A 6 héten át tartó nyári madárgyűrűzés célja a vonuló madarak minél hatékonyabb védelme. Minden hálóból kiszedett madár kap egy egyedi azonosítóval ellátott alumíniumgyűrűt, valamint megvizsgálják az állatok kondícióját. A fiatal táborozók pedig bővíthetik ornitológiai ismereteiket. Volt, amikor egész héten jégmadarakra vártam, mert az a kedvencem a színe miatt. Illetve nagyon jó, hogy látok olyan madárfajokat is a táborban, és meg is foghatom őket közelről, amiket akár bárhol máshol is megfigyelhetek, és aztán talán el tudom mondani, hogy milyen faj, és ez nagyon jó érzés. Szeverényi Soma már évek óta oszlopos tagja a nyári madárgyűrűző tábornak. Mint mondta, szívesen látogatja a ludasító partját, örül, hogy minden évben itt madarázhat. Folyamatosan tanulunk a madarakról latin neveket, meghatározást, megfigyelést, tehát a madarakról úgy általában mindent, akik itt a nád körül élnek, tapasztalatszerzése az egész tábor. A madárgyűrűzés elsődlegesen azt a célt szolgálja, hogy minél több információhoz jussanak, és ezeket az információkat a későbbiekben a madárfajok védelmére használják fel, részletezte Szekeres Otto, a Ripária Természetbarátok Egyesületének tagja. Elsődleges információink az nyilván az, hogy milyen útvonalakat használnak a madarak vonulás közben, hol állnak meg pihenni, hol vannak a költőhelyek, hol vannak a terelőterületek, aztán, hogy a költés időben milyen tényezők befolyásolják a költés sikerességét, esetleg az, hogy vannak olyan negatív tényezők, amelyek a vonulás alatt érik őket, és emiatt nem tudnak visszatérni a költőhelyekre. A tábor a Ripária Természetbarátok Egyesülete és a Palics Ludas Közvállalat közös szervezésében valósult meg. A nyári gyűrűzést követően ősszel ismét kihúzzák hálóikat a madarászok, hogy újabb vonuló madarakat figyelhessenek meg a térségben és megjelölhessék őket.